akiknek ma is kíváncsian vagyunk a véleményükre. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Szépen. Én azon gondolkodtam, ahogy elolvastam a Magyar Nemzetben ezt a cikket, meg már a korábbi történetek kapcsán is, hogy miközben tényleg túlzás nélkül az egész világ azzal azzal küzd, hogy minél hatékonyabbá, jobbá tegye az saját országának az ellenőrző képességét, mechanizmusát, hogy tudja azt, hogy baráti szándékkal érkeznek hozzá emberek, vagy nem baráti szándékkal, és mindezt megelőző jelleggel. Mert ha már megtörtént a baj, legyen az terrorizmus, bármely ága, boga történése, akkor már nem megyünk semmire azzal, hogy ja, egyébként a hatóság látókörébe volt. Most nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy itt csupa bűnözők jönnek, csak egyszerűen az a hír, amit a Magyar Nemzet írt, hogy itt külföldön elítélt emberek is kaptak, vagy jegyezhettek már letelepedési kötvényt, az én nem tudom, hogy aggasztó-e, abban reménykedek, hogy közben valami nagyon sok hatóság Magyarországon őket megvizsgálta, és ez ezért nem aggasztó. Mit gondolnak erről? Oszlassák el az aggodalmaimat. Én amikor még a Kisátkosban, tehát az elmúlt 20 évben képviselő voltam. Kisátkos? Kisátkos, mondom, a Nagyátkos és a Kisátkos. És már nekem ott akkor föltűnt, hogyha a Fidesz felállt és egy vádat megfogalmazott az akkori kormányra, akkor valójában ő maga volt az, aki ezeket előkészítette, vagy akár már csinálta is. És az azért fontos ebből a mostani történet szempontjából, mert emlékezzünk vissza, hogy a Fidesz mondjuk mit offshore lovagozott. Rengeteget. Ehhez képest ebben az ügyben csak offshore cégek vesznek részt. Ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy valakit Hongkongban mondjuk elítélnek bűncselekményért, és Cipruson kell kérni erkölcsi bizonyítványt, amit nyilván meg is kaphat. És azt itt el is fogadjuk. Miközben neki. A kormány ugye egy napi intenzív kampányt folytat az ellen, hogy a migránsokkal kicsődnek meg, importálja a bűnözőket Magyarországra. Itt egészen elképesztő történet van, és azért tegyük hozzá azt is, hogy amikor ezt a törvényt annak idején a Fidesz kormány előkészítette, az ellenzéki pártok a parlamentben, és ilyen DK-s vagyok, de nem csak a DK, a szocialista párt, az LMP, mindegyik elmondta, hogy ebből botrány lesz, ebből korrupció lesz, ez nem fog működni, azt ne tessék aggódni, majd jól megcsináljuk. És itt vagyunk, mindenben igazuk volt az ellenzéki pártoknak. És mire mennek az igazukkal az ellenzéki pártok? Ez majd a következő beszélgetés folytatása lehet. Egyébként más országokban, és én nem tudom, mi a nemzetközi gyakorlat, ilyen típusú letelepedési kötvény lehetőség van. Van egy-két országon vannak hasonló rendszerek, de nagyon kevés, és egy fokkal azért egy nehezebb rezsimet működtetnek ezek a megoldások is. Amit személy szerint én kifejezetten... Mit, hogy egy fokkal nehezebb rezsimet? Hát, hogy szigorúbb az ellenőrzés például. Ugye most a mondás az, hogy abban a 30 napos időszakban megfelelően átvilágítják ezeket a személyeket a magyar hatóságok. Minden tiszteletem a megfelelő hatóságokért, de én ezt bajosan hiszem el. 30 nap alatt olyan jellegű ellenőrzés lehet végrehajtani. De nem is az igazi probléma, és hadd vitatkozom egy picit annyiban, hogy akik letelepedési kötvény vásárlásával szereznek jogot, hogy itt legyenek, vagy jegyzésével, igen, bocsánat, pontos. Én attól nem félek, hogy ők mondjuk terrorista cselekményeket fognak elkövetni. Én sem. Ez nem valószínű. Én sem, csak a biztonságot hangsúlyozó politika, a probléma, és a gyakorlati a probléma egy elszerinti probléma, miközben a magyar kormány azt mondja, hogy itt aztán halálra védi a szent magyar anyaföldre betelepülendő akárkiket, meg a magát az anyaföldet, meg minden mást. Közben ebben a dologban egy tisztán üzleti modellt valósít meg, aki fizet, jöhet. Ezzel csak az a probléma igazából, hogy lehet ezt tisztán üzleti modellként csinálni, ezzel mondjuk liberális gondolkodású emberek némi félmosolya mondhatnák, hogy nem baj, hát üzlet az üzlet. A probléma az, hogy egyik ágon, miközben marhára hitszerűen védjük a hazát, meg a nemzetet, meg mindent, és nem engedjük meg, hogy bárki bejöjjön. És mondjuk a kvóta tekintetében 1200 darab menedék eljárás miatt üvöltünk, hisztériázunk, összebalhézunk mindenkivel Európában, és népszavazást szervezünk nem tudom hány milliárd forintért, miközben ipari mértékben keltjük a gyűlöletet a lakosság körében. Közben, amikor pénzről van szó, akkor gond nélkül egy üzleti megfontolásnak teret engedünk. És az a kérdés ilyenkor, és ez egy hosszú-hosszú időszakra ható kérdés, hogy vajon elfogadja-e a társadalom, vagy elfogadhatja-e a társadalom, hogy valaki egy ilyen
rendszert épít ki és működtet, miközben elvekről próbál beszélni, közben a cselekedetei a legegyszerűbb maffia tempókat idézik. Tehát igazából van nekünk egy képmutató, elvekről beszélő és moralizálgató maffiánk, mert az egész rendszer, ami ráépült erre, az nem más, mint egy maffia mindenféle kétes hátterű cégekkel és minden egyébben, ami ráadásul már középtávon is nagyon sok pénzünkbe fog kerülni. Tehát ez a rendszer jelenleg... Ezek a letelepedési kötvények, ezek is nagyon sok pénzünkbe kerülnek. Pont az a lényeg. Tehát azért is mondtam, hogy nem vásárol, meg nem befektet, hogy ezeket ne használjuk, ezeket a kifejezéseket. Nem, teljesen jogos. Vágó István hívta fel az én figyelmemet, és teljesen jogosan, és örök hálám neki, hogy még csak véletlenül se tévedjünk, mert hogyha, nem mintha ez egy szép történet lenne, hogyha jön egy multimilliárdos, dúsgazdag mágnás, aki azt mondja, hogy ez az ország úgy tetszik nekem, itt öntöm be a zsák pénzt, mi azt mondjuk, hogy nem kérdezzük ki, vagy honnan jöttél, itt azt csinálsz a pénzedért, amit akarsz. Ez se lenne helyes megoldás, de hogy még csak nem arról van szó, hogy ezek ilyen pénzügyi befektetők, akik ide öntik, hozzák a dollár milliókat, persze, vagy milliárdokat. Erre utalok, amikor mi fizetünk, mondom, nekik kamatot. Hogy nagyon sok pénzünkbe fog ez kerülni már középtávon is, összességében lassan azt mondhatjuk, hogy ez a rendszer, és a kormány ezzel a rendszerrel nekünk már lassan annyi kárt okozott az országnak és a nemzetnek, hogy lassan szerintem az iszlám állam föl fogja vállalni magára. Ezt ami itt zajlik, mert ez ami elképesztő. Annyit hadd tegyek talán inkább kiegészítésképpen, hogy korrupció sok országban van, sőt nem is nagyon tudunk ki az országot, ahol ne lenne. Az, hogy a mi kormányokat annak idején megbüntették korrupció miatt, az rendben is volt, mert ezekkel küzdeni kell. A térségben egy ország van, amely az Ukrajna, amely sokáig küzdött egy jelenséggel, úgy hívják, hogy state capture, magyarul nem néha meg az elfogott állam, ez a kifejezés magyarul, amelynek az a lényege, hogy ott nem korrupció van a szónak abban az értelemben, hogy a korrupciónál van egy nem túl jó törvény, amit egyesek kihasználnak saját maguk érdekében. Azt jelenti, hogy a törvény maga azt a célt szolgálja, hogy egyesek meggazdagodjanak. Ez a célja a törvénynek. Na most ezt a törvényt... És ez már rendszerszerűen. Ezt rendszerszerűen. Ez Ukrajnában volt így, nézzük meg Ukrajnával minek. Na most Magyarországon ez 2010 óta ezt látjuk egy-egy gyakrabban, hogy olyan törvényeket hoznak, amely lényegét tekintve nem a közjót szolgálják. Nem is lehet oda kijelenteni, hanem egy-egy gazdasági körnek a gazdasági érdekeit. Ez pedig Magyarországot egy korrupt, mondjuk Bulgáriával szemben hasonlatosabbá teszi Ukrajnához, és ennek a következményei felbecsülhetetlenül drámaiak lehetnek. Ha a magyar lakosság ezért nem akar változtatni, mert szerintem a Fidesz nem fog akarni változtatni. De ezen a magyar lakosság, hát a Fidesz nem úgy tűnik, hogy akar változtatni, bár tegnap az RTL Klub híradójának a miniszterelnök azt mondta, hogy hát nem tud erre választ adni, hogy miért könnyítették a szabályokat, majd tájékozódnia kell. De hogy tehát a piaci viszonyokhoz képest iszonyú, tehát sokkal magasabb, tehát azért nem iszonyú, de sokkal magasabb kamatot fizetünk ezeknek a cégeknek, amelyeken keresztül lehet ilyen kötvényhez jutni. Ezekről a cégekről már újságírók, politikusok kiderítették, hogy kinek az érdekeltségi körébe tartozik, cimborája, ismerjük a korábbi üzletfele, nem tudom, micsoda. Tehát, hogy így abszolút két név forog a köztudatban, Rogán Antal és Habony Árpád, a mai Magyar Nemzet cikk is arról szól, hogy ismeretségi, vagy érdekébe, vagy érdekeltségi körébe tartozó cégek azok, amelyek egyáltalán foglalkozhatnak ezzel a letelepedési kötvénnyel. Ez mégsem akkora ügy, hogy hát ilyen széles néptömegeknél kiüsse a biztosítékot. Alapvetően ez összefüggésbe hozható a magyarországi elmúlt éveknek ez a koncepciós jelenség gyakorlatával, és azzal, hogy a nagy többsége a közvéleménynek valószínűleg föl sem fogja, hogy itt milyen mértékű pénzekről van szó, hogy milyen mértékű károkat okoznak ezek a megoldások és ezek a beállított struktúrák Magyarországnak. Nyilván ez egy olyan dolog, amit nem is biztos, hogy első nekifutásra el lehet, hogy el kell várni a közvéleménytől, hogy ő ezt teljes mértékben azonnal fölfogja és fölháborodjon rajta, mint mindennek ennek is érnie kell egy kicsit. És pont ez az ijesztő ebben, számomra legalábbis, hogy amikor egy ilyen szintű probléma ott van az asztalon, még maga a kormány számára is, ez mennyire nem tűnik egy problémának. Tehát az, hogy egy miniszterelnök
újságírói kérdésre azzal válaszol vissza egy ilyen ügy, hogy nem tudom tájékozódni, tehát nemzet sorsát meghatározó kérdést, nem? Legalábbis azt halljuk itt hónapok óta, meg egy éve. Hát, hogy ki él itt. Hogy igen, általában ez a nemzet sorsát meghatározó legfontosabb kérdés. De a kötvényt bejegyezik, akkor a miniszterelnök azt a választ adja egy újságírónak, hogy tájékozódnom kell, nem tudod? Tehát miközben ez a sors kérdés állítólag. És az a helyzet, hogy ilyenkor az ember azért azt mondja, hogy ha a politika szabályai szerint működik mondjuk a kormány, meg a miniszterelnök, meg a tanácsadói köre, meg a stáb, akkor erre a kérdésre első között kell felkészíteni a miniszterelnököt, hogy erről prompt módon valamit lehessen válaszolni. De lehet, hogy azért nem készítik fel elsőként a miniszterelnököt, mert azt gondolják, hogy ez nem az a kérdés, amire időt kell pocsékolnunk, mert ezzel majd egy-két humán végzettségű ember fog foglalkozni egy-két televíziós stúdióban, aztán annyi. Egy másik ügyben azt mondta az ügyészség, hogy nem hisz annak a maffiózónak, aki azt mondta, hogy saját magadott pénzt. Uh-huh. Amit én meg tudok érteni, nem hisz neki, de ezt minden kultúrországban egy nyomozás végén mondják, hogy nem hiszük el neki. Itt pedig a nyomozás helyett mondják ezt. Na most miért említettem ezt a Porték ügyet? Ebben sem fog megindulni nyomozás, semmiben nem indul a nyomozás. Ettől egy olyan képzet keletkezik az országban, hogy ezek érinthetetlenek. Azonban azt tudniuk kell, hogy ezzel az érzéssel a frusztráció is növekszik, és amikor ez bedől, akkor az egész nyakukba fog dőlni, és abból hihetetlen sok energia fog ebben az országban kiszabadulni. Tehát ez be fog következni, és akkor jaj nekik. Hogy egész pontosan mi fog bekövetkezni? Hát az, hogy egyszer csak az ország rájön arra, hogy mi történik vele, mit műveltek vele, és elementális dühvel fogják őket elzavarni. Az előbb arra céloztam, de szerintem értették is, hogy vannak olyan ügyek, amelyek hát sajátosságuknál fogva nem viszik át és nem ütik le az inger küszöböt. Mert hogy, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy egy Nokia-s doboz, meg egy 20 millió forint, az egy vizuálisan megjeleníthető, egy elképzelhető összeg. Erre példaként azt szoktam mondani, hogy jé, a Marikáék fia is ennyiért vette a házat, az egész család ezért dolgozott. Az én uramnak, meg a mit nagybátyja is pont ezért annyira adta el a család egész vagyonát, tehát hogy ez egy behatárolható, felfogható összeg a 20 millió forint, meg még a Nokia-s doboz is. De amikor azt mondjuk, hogy offshore cégek által jegyezhető letelepedési kötvény valakiknek piaci kamat helyett 4%-os kamattal, és az annak az érdekköre meg annak, ez egyszerűen erre már nem kell felkészíteni, ezt a témát le kell így rázni a magáról a politikusnak, mert ez úgyse fogja az embereket érdekelni. Ha csak azt nem mondjuk, hogy miközben, ha valaki a Tesco-ban ellop egy kiflivéget, meg egy darab, nem tudom, sonkát, akkor azzal a rendőrség, az ügyészség hetekig vagy hónapokig dolgozik, és még el is csukják, míg ezért az egész összegből az egész Tesco megvehető lenne, amit ebben elvittek, ebben meg senki nem csinál semmit. Hogyha ez megfelel az ország morális értékítéletének, ha ezt el tudja fogadni, addig ez így marad. Ha ez meg fog változni, és az ország ezt megérti, hogy itt milyen tétek vannak, el fogja verni a port rajtuk. Ez a morális értékítéletem múlik? Hát én szerintem egy kicsit azon is múlik, és itt nem akarok bántani senkit, de alapvetően az ellenzéki kommunikációs technikák is nagyon erősen itt játszanak. Tehát én abban hiszek, vagy úgy gondolom, hogy hogy a polgárok jelentős részét azért ezek a dolgok dühítik. Csak egyrészt van egy olyan effektus, hogy ki mondja, és akkor itt ugye vannak az ellenzék környékén olyan megmondó arcok, akiknek a hitelessége finoman szóval kérdéses, legalábbis úgy a nagy politikai kommunikációs térben. Tehát így azért most nem akarok neveket mondani, de mondjuk a Magyar Szocialista Párnak a legutolsó tisztújítása ebből a szempontból nem hozott megoldásokat erre a problémára. Úgy gondolom, ezt kimondhatjuk. És a többiek mit hitelesek? Nem feltétlenül. Vannak hiteles szereplők, akik azért látszik, hogy egyéni szinten hitelesen működnek is. Csak valahogy a mennyiségi mutató még nem működik az ő esetükben, de ezt segíteni kell adott esetben, és akkor ez tovább illető. Egy tudatos építkezésre lenne szükség. Szerintem egy idő után az ilyenfajta nyegle megoldások, hogy nem válaszolunk erre, ezek vissza fognak ütni. Abban nem vagyok biztos, hogy tényleg olyan jellegű düh formájában, mint amit Mátyás megjósol, és egészen biztos vagyok benne, hogy azt nem szeretném látni,
hogy az emberek tű formájában jelentkezzenek meg mondjuk a nyilvánosság lehet, terében. Dühöt úgy értette, de nem akarom tolmácsolni a gondolatait. Szívesen hallgatom, hogy érted, akkor elmondanom, hogy úgy értette, hogy iszonyat dühel egy irányba húzzák az X-et. Ez a favorábilis verzió, ezzel tökéletesen egyetértek. Ugye értette? Hát így értette. Hát ez is legyen benne. De... ennek azért a jelei látszódnának már a számokban, egyőre még nem annyira látszódnak, pedig elég is régóta történnek ezek az ügyek, amik elvileg látszódhatnának a számokban. Én bízom benne, hogy az ellenzéki politikai oldalon előbb-utóbb azokat a kommunikációs eszközöket sikerül megtalálni, amivel utána ezek a számokban meg is látszódnak majd. Ebben a pillanatban az ország lakosságának egy nagy része, amelynek a Fidesz cseppet sem rokonszenves, úgy látja, hogy nincs, aki megveri a Fideszt. Úgy látja, hogy így marad. Ezért azt mondják a Szík Endre kérdésére, hogy persze a Fideszre szavazunk, nehogy ebből baj legyen. Itt van egy percepció, egy buborék, amely tartja magát. Egyszer csak puk, kipukkad, és hát milliók most nem tudom, iszonyú sokan fognak átudulni valahova máshova. Nem tudjuk még hova. Én nekem erre vannak vágyaim, és vannak javaslataim, de ezeket most nem osztom meg, valahova fognak menni. Ez egyszerűen így működik, amióta a világ, és Magyarország sem lesz ez a kivétel, ezért én, vagy azt mondja Tamás, hogy ezt nem szeretné látni. Én sem szeretnék ilyen korrupciós ügyeket sokat látni, de ha már ezek vannak, legalább segítség hozzá az országot ahhoz, hogy megértse, milyen kormánya van, és hát minél előbb valamit kezdjen vele. Teljesen más téma, de egyébként nem. Olyan szempontból más, hogy az amerikai elnök választáshoz kapcsolódik, de belpolitikai jelentőséggel bír, hiszen a magyar miniszterelnököt fogom idézni, ha nem is szó szerint. Ugye tegnap, amikor az osztrák kancellárral találkozott, akkor minősítette most már másodjára a két jelöltet, Trumpot és Hillary Clinton, és azt mondta, hogy a demokraták külpolitikája rossz az Európai Uniónak, Magyarországnak meg halálos, a republikánusok és Trump elnök jelölt úr által meghirdetett migrációs külpolitika Európának jó, Magyarországnak pedig az életet jelenti. Csak annyit, hogy... Két külpolitikával foglalkozó ember esetében ezt a kérdést szeretném. Én nagyon szeretem, amikor Orbán Viktor külpolitikáról beszél, mert ez olyan, mint egy ilyen szőttest. Tehát van benne mindig mindenféle szín össze-vissza. És miközben a kommunikációs forgatókönyvben benne volt az elmúlt egy-két hónapban, hogy a demokrácia exportot kell ezerrel kritizálni és gyalázni, mert az egy ocsmány dolog. Hát most a demokrata külpolitika az elmúlt 8 évben marha sok mindenről szólt, a demokrácia exportról egyáltalán nem, szemben az előző. Tehát innentől ez a demokrata külpolitikáról Orbán Viktor beszél, az ugyanolyan, mint amikor a republikánus egészségpolitikáról beszélt, miközben itt ment az őrjöngés, hogy állami egészségpénzt, állami egészségügyi rendszer kell, a republikánusok ezzel ellen küzdöttek. Igen. Tehát Orbán Viktor ne tekintsük autoritásnak amerikai külpolitika minősítési kérdésekben. Ennek a kijelentésnek egy nagyon egyértelmű célja volt szerintem, lehet, hogy ebben tévedek. Ez egyértelműen egy belpolitikai használatra szánt kijelentés volt. Orbán Viktor tudja, hogy ez az elnökválasztási verseny nagyon érdekesen alakulhat. Ha Trump nyer, és ő már most dicséri, akkor lesz egy nagyon jó barátja. Ha pedig veszít, akkor lesz egy olyan ellensége, aki amúgy is az ellensége lenne Hillary Clinton formájában. Igen, viszont akkor el lehet mondani, hogy azért az ellenség, mert mi a Trumpot támogattuk. Ez nagyon tetszik. Hadd tegyek hozzá valamit. Magyar nyelv csodálatos. Van az a szó, hogy együgyű, ami azt is jelenti, hogy ostoba, és azt is, hogy együgyű. Orbán Viktor külpolitikája régóta együgyű. Emlékezzünk vissza a NATO csúcsról, azzal talált hazajönni, hogy azt mondta, a NATO őt támogatja migrációs politikával, amikor nyakunkat tehetjük rá, hogy az, hogy migráció elő nem fordult a NATO csúcsról, neki most minden erről szól, miért? Mert ez a belpolitikai agendája. Ebben neki Trump hasonló dolgokat mond, mint ő, tehát, ha tetszik, a saját választói szempontjából azonos tizeteken vannak. Ami a Clintont illeti, a Clinton ugye külügyminiszter volt az előző kormányban, kritikus Magyarországgal szemben, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy ez Magyarországnak halálos, egy kicsit túlzásra azt mondja, hogy ez nekem Orbán Viktornak rossz. Mert van, aki fölhívja a figyelmét a világnak arra, hogy én sokat huncutkodom, és ezt most azért mondom így, mert valójában sokkal révesebb dolgokat csinál, lehet, hogy a Trump elvegyintene. El tudom képzelni. A Clintonról meg tudjuk, hogy ismeri őt, ez Orbán Viktor személyének nem kedvező, a magyar demokratáknak pedig Clinton nagyon is kiváló lenne. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elmondták a véleményüket.